Iskola zászlaját hozza Petruska Milán. Követik az intézmény vezetői Szilágyi Bodnár Erzsébet igazgatónő, valamint Majoros Lászlóné és Petőházi Gabriella igazgató helyettesek. 8. C osztály. Osztályfőnöke Burai Erika. Az osztály tanulói Dezső Anasztázia, Gábor Kristóf, Kis Krisztina, Zoltai Tamás Nándor, Brutócki Diana, Tóth Balázs, Kis Viktória, Hevesi Zsolt, Simon Petra, Elek Máté, Vakles Kira Sára, Fábián István, Nagy Zsanett, Franz Károly, Molnár Kira, Karikó Lili, Círiák Patrik, Ferkó Lara, Fülöp Zoli, Szebellédi Rihárd, Tóth Alexandra, Sándor Viktória, Kóka Máté. És most megkérném önöket, hogy álljanak fel, a himnusz következik.
Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, Szabó Csaba polgármester urat, Szilágyi Bodnár Erzsébet igazgatónőt, Majoros Lászlóné és Petőházi Gabriella igazgatóhelyettesüket, Tuncsikné Fekete Kingát, az alapfokú művészetoktatási iskola megbízott vezetőjét, iskolánk valamennyi pedagógus dolgozóját, akik a 8. C-osztály tanulóit tanították. És külön nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, kedves ballagó diákok! Ezzel a 8. C-osztály baldagás ünnepségét megnyitom. Egyben szeretném tájékoztatni önöket, hogy a rendezvényről a videófelvétel készül, melyet a hozzátartozók az iskola Facebook oldalán megtekinthetnek. A ballagási ünnepségről fényképeket is készítünk, ezért minden szülőt arra kérünk, hogy felvételeiket a helyükön ülve készítsék el, járkálásra az ünnepséget ne zavarják. Köszönjük! Most pedig Vakles Kira, 8. C-osztályos tanuló, Búcsúdal című szavalatát hallhatják. Búcsúdal, visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket. A sok-sok emlék rengeteg, előttem végigpereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom. És a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiérn. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland vált sok fele, és mindegyütt mentünk bele. Gyakran segítve egymást, és csak néha egyszerre. És most már komoly képpen ülünk itt, búcsúztatva ezt a sulit. Döbbentem figyelve, hogy közben mindenki érik. Visszanézve a képeket, az elmúlt sulis éveket. Sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek. Sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak, büszkén hívják magukat egy összetartó osztálynak. Rendezők nélkül semmi sem jöhetne létre. Bár az osztályunk volt mindig is a tanórák réme, de csak a jó értelemben. És most látok sok fájó szívet, mert itt kell végleg hagynunk minden példaképünket. Itt leszünk egymásnak, hogyha vége már a dalnak. Együtt mondunk búcsút ennek a sulis színpadnak, tudva, hogy együtt leszünk végleg, még ha vége is az évnek. Együtt voltunk fiatalok, és majd együtt leszünk vének. Visszanézve az éveket, az elmúlt sulis éveket. Látok sok fiatal gyermeket, akik álmukat kergetnek. Egymás köré gyűltek, és közös dalt énekelnek. Bentről már mind tudják, hogy még nem felnőttek. Most pedig hallgassuk meg Fekete Anna 8. B-osztályos tanuló előadásában Demjén Ferenc Felnőtt gyermekek című dalát. Zongorán kíséri felkészítő tanára Barga Miklós.
Most pedig felkérem Szilágyiné Bodnár Erzsébet igazgatónőt ünnepi beszédének megtartására. Kedves ballagó diákok! Elmegyek, hosszú útra megyek, hangzott fel az iskola rádióból néhány perccel ezelőtt, miközben itt a körfolyosón megérkeztetek ide a díszudvarra. Felemelő pillanatnak vagyunk most részesei, jó itt látni benneteket ünneplőben, egy kicsit meghatottan, megértve a mai ünnepség jelentőségét. Egy járvány sújtott a tanév utolsó és szinte egyetlen közösségi rendezvényén vagyunk ma, és milyen jó, hogy itt lehetünk, és nem csupán online búcsúztatjuk ezt az évet. A sok távolságtartás, a maszkviselés és egyéb korlátozó rendelkezések után vágytunk már arra, hogy itt lehessünk az iskolában, vágytunk egy kézfogásra, egy ölelésre, hallani akartuk a ballagási dalokat, és látni akartuk szemetekben a meghatottság könnyeit. Virágokat akartunk, és lufikat, és végre egy igazi rendezvényt. Bár ez a világjárvány sok mindentől megfosztott bennünket, de most mégis igyekszünk a szép és megható pillanatokra visszaemlékezni, amelyek fontosak és értékesek, és arra érdemesek, hogy megőrizzük őket a szívünkben. 8 évvel ezelőtt Sárecki Gyula tanítóbácsi és Simonné Kis Ágnes tanítónéni fogadta benneteket iskolánk alsó tagozatán. Majorosné Marika néni irányította az életeteket a kisiskolában, ahol Gyuszi bácsival megtanultátok a betűket, megtanultatok olvasni, Ági néni pedig bevezetett benneteket a matematika rejtélyeibe. Az 5. évfolyamon Burai Erika néni lett az osztályfőnökötök, és meg kellett szoknotok, hogy szinte minden tantárgyat más tanár tanít. Amint látjátok, ők ma mind eljöttek, hogy elköszönjenek tőletek. A felső tagozaton Petőházi Gabi néni irányította a mindennapjaitokat, és a diák önkormányzat vezetőjével élményekkel teli rendezvényeket szervezett számotokra. Ezek közül számomra talán a legemlékezetesebb az a kis gólya avató volt, ahol a csokoládé dalra készített koreográfiával mutatkoztatunk be itt a felső tagozaton, de az elmúlt 4 év farsangi produkciói mind rendkívül ötletesek voltak. Voltatok ti minyonok, előadtátok a macska duettet, de számomra a farsangi produkciók közül a legemlékezetesebb a leendő téglási uszodában előadandó szinkronúszó produkció volt, hát az nagyon mókás volt, de a leghumorosabb mégis az idei év volt, amikor az öregek otthonát mutattátok be járvány idején. Az elmúlt évek alatt igazi közösségé formálódtatok, kialakultak barátságok, szerelmek, megtanultátok mi a versenyszellem és az összetartozás. Sokat formáltak benneteket azok a közösségi programok, amelyeket Erika néni szervezett nektek, voltatok a Zsóri fürdőben, az Egri várba is ellátogattatok, de voltatok kiránduláson Sárospatakon is. Ezek az emlékezetes események formálták a jellemeteket, gazdagították a személyiségeteket. Sokszínű közösség vagytok, amelyben ott vannak a harsány és hangos gyerekek, akik tréningbe tartották az éber figyelmünket, a hangszálainkat, de ott van a másik pólus is, a csendes magaviseletükkel szinte észrevétlenül beilleszkedők is. Vannak közöttetek szorgalmasak és igyekvők, és a munka könnyebb végét megragadók is. Vannak lelkes néptáncosok, és olyanok is, akik imádnak rajzolni, vagy mindent megszerelnek. Osztályotokra a gyermeki jókedv és a vidámsága jellemző, csintelésekkel megtűzdelve. Az online oktatás elzártsága, a virtuális kapcsolat némiképp rányomta a bélyegét a közösségi életetekre is, de az osztályban tanító kollégák szerint derekosan helytáltatok az online időszakban is, együttműködtetek a titeket tanító tanárokkal, és szívesen becsatlakoztatok a mites órákba. Sajnos a járvány miatt elmaradt a határtalanul pályázat keretében tervezett erdélyi kilándulás, és az idén is csak a sportpályáig, illetve a játszóházig jutottatok, de nagyszerű időt töltöttetek el együtt. Büszkék vagyunk arra, hogy mindenkinek sikerült bejutni az általa választott középfokú intézménybe.
osztályotokból, még a művészeti iskola terén is van továbbtanuló, hiszen Vakles Kira a mozgókép és animáció tervező szakon folytatja a tanulmányait a Kós Károly középiskolában. Nagyon büszkék vagyunk rá. A baptista iskolákról egyébként azt tartják, hogy az több, mint iskola. Ezt a többletet úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok lelkiismeretes munkája biztosítja. Arra törekszünk, hogy az ide járó gyerekeknek színvonalas oktatást nyújtsunk, igyekszünk elnyerni a szülők bizalmát és a ti szeretetetteket. Egyszer majd talán a szigorú szabályokat is meg fogjátok érteni, és hálásak is lesztek érte, talán majd akkor, amikor már sikeres felnőttként, büszkén és jó szívvel emlékeztek vissza az iskolánkban eltöltött évekre. Én most a nevetekben is megköszönöm a tanáraitok helytállását az elmúlt 8 évben és a mögöttünk álló rendkívüli időszakban is. Higgyétek el, hogy nagyon sok ötletre, leleményességre, kitartásra és odaadásra volt szükség ahhoz, hogy az online időszakban is sikeresen működjünk. Egyházi iskolában mi ezt szolgálatnak tekintjük, és bízunk abban, hogy egész életetekre erőt, irányt és bátorítást tudtunk adni. Kívánom, hogy Jézus beszéde erősítsen benneteket, kollégák, hivatásatokban. Kívánom, hogy meglássátok és megtapasztaljátok ezen szavak igazságát. Adjatok és adatik néktek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Ez Lukás evangéliumából van. De a Biblia a szülők iránt érzett szeretet fontosságára is felhívja a figyelmet. Az elmúlt év küzdelmeit felidézve, illetve a sikeres befejezésnek örülve, mondjunk köszönetet a szülőknek is, a szerető támogatásért és az okos szigorért. A példabeszédek könyve első részében ez áll. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez fejeden, és ékszer a nyakadon. Mi tanárok, a szülőkkel karöltve igyekeztünk szilárd értékrendet biztosítani számotokra, és úgy útnak indítani benneteket a középiskolákba. Remélem megálljátok ott a helyeteket, remélem megkülönböztetitek az igazat a hamistól, legyetek bátrak, és kívánom, hogy érjétek el az általatok kitűzött célokat. Őrizzétek meg jó szívvel emlékét a téglási iskolának. Az itt szerzett tapasztalatok pedig segítsenek benneteket a további életetekben. Balladási taglótok idézetével búcsúzom tőletek. Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e, vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, és őrizd meg a boldog perceket. Köszönöm. És most Molnár Kira 8. C-osztályos tanuló búcsúzik tanáraitól és diáktársaitól. Kedves tanáraink, diáktársaink! Elérkezett a pillanat, mikor ünnepélyesen búcsút veszünk iskolánktól. 8 küzdelmes, de egyszer mint boldog év áll mögöttünk. Szívesen emlékszünk vissza az itt töltött évekre, a számtalan közös élményünkre. Az EGRI, a sárospataki kirándulásra, a közös élményfürdő látogatásokra, a színház látogatásra, a felejthetetlen táborra, ahol egyként viselve a narancsárga pólót játszottunk egy héten keresztül, a zánkai táborokra. Évről évre megvívtuk a csatát a papírgyűjtéssel, majd bezsebeltük az érte járó 200 forintot. Megküzdöttünk a testnevelés órák gyötrelmeivel, majd sikeres gladiátor képzésen estünk át. Próbálkoztunk a futballal is, a pályán nem volt sikerünk. Bezzeg az osztályteremben tudtunk volna jól focizni, de Erika néni mindig megneszelte és elkobozta a labdát. Lelkesen készültünk az 5. avatóra, és minden évben a farsangi produkcióra. Voltunk egerek és macskák, minyonok, majd a szinkronúszó csapatunk csak mosolyt a közönség arcára. Az idén az öregek otthonában fogadtuk a zsűrit. Olyan sikeres volt a látogatás, hogy első helyezéssel jutalmazták. Minden évben nagy odaadással, közösen, a saját alkotásainkkal díszítettük fel a tantermet. Szerettünk volna eljutni Erdélybe, de az élet másként alakult, helyette több felvonásban tapasztalhattuk meg az online tanulást.
Ma mégis ünnepőből tisztettük szívünket, meghatottan állunk itt, hogy méltóan köszönhessünk el tanárainktól és diáktársainktól. Köszönetet mondunk tanítóinknak, akik kiskorunktól fogva óvtak, neveltek bennünket, felsős tanárainknak, hogy kitartó türelemmel próbálták formálni tudásunkat, személyiségünket. Emellett köszönettel tartozunk szüleinknek, családunknak mindenért, amit eddig értünk tettek. Bár most mindenki nem hallhatja szavunk, mégis köszönjük nekik a tiszta, mélyről jövő igaz hitű szeretetet, amit tőlük kaptunk. Kedves itt maradó diáktársak, köszönjük, hogy életünk legboldogabb éveit együtt tölthettük el veletek. Kívánjuk, hogy őrizzetek meg minket emlékeitekben. Kis Jenő szavaival búcsúzom. Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézz vissza, aztán ismét csak előre, és indulj tovább az alkotó jövőbe. Most pedig a búcsúzó diákok átadják virágaikat tanáraiknak. Kedves ballagó nyolcadikosok! Hosszú idő telt el, mire eljutottatok idáig, a nyolcadik osztály végéig. Azt hiszem, ennyi időt nem sok iskolában tölt el egy fiatal. Éppen ezért még nehezebb a szívetek. Búcsúztok a régóta megszokott környezettől, kedves tanítóitoktól és tanáraitoktól, diáktársaitoktól, barátoktól. Rengeteg élménnyel gazdagodtatok. Bár 6 évesen, még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, és valami új, ismeretlen virágba kerültetek, de tanítóitok sok-sok türelemmel vezetnek be titeket a betűk és számok irodalmába. 5. osztályban ismét új tanárok fogadtak titeket.
Segítségükkel bővíthettétek ismereitek körét. De ne felejtjétek, hogy nem csak tananyagot tanítottak nektek, mert nem csak tanítottak, hanem neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, de remélem rájöttök, hogy ők csak a jótokat akarták. Mindent, amit tettek, értetek tették. Most itt hagytok minket. Talán vissza sem néztek, mikor kiléptek ezen épület kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Irigyellek és féltelek titeket egyben, hiszen sok új kihívással fogtok szembesülni, de kívánom, hogy mindent, amit szeretnétek elérni, az sikerüljön. Egy idézettel búcsúzom tőletek, aminek minden sor a célként álljon előttetek. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Merész leszek, mert annak kell lennem, barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társadalomnak. Ajándékozom, és elfeledem az ajándékot. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet. Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. Kedves vendégek, kedves diákok! Iskolán nevelőtestülete minden évben Rákóczi díjjal jutalmazza azt a végzős tanulót, aki kiemelkedő tanulmányi munkájával, szorgalmával, közösségi tevékenységével kiérdemelte ezen elismerést. A felsős diákok közül az idei tanévben Szegedi Anna Kata 8. A és Sigér Vivien 8. B osztályos tanulók érdemelték ki a Rákóczi díjat, melyet a saját ballagási ünnepségükön vettek el. Most pedig következzenek azok a 8. C-osztályos tanulók, akik könyvjutalomban és oklevélben részesülnek. Könyvjutalomban részesül a kiemelkedő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért Fülöp Zoé. Oklevélben részesül jó tanulmányi eredményért és szorgalmáért, közösségi munkájáért Brutóczki Diana. Jó tanulmányi eredményért Petruska Milán. Kiemelkedő közösségi munkájáért Molnár Kira és Sándor Viktória. Már hagyomány, hogy iskolában a ballagás ünnepségen kerülnek átadásra, a sikeres nyelvvizsgát igazoló dokumentumok. Intézményünkben a június 8-án lezajlott próba nyelvvizsgát, sikeres alapfokú angol szóbeli vizsgát tett Vakles Kéra Sára. Felkészítő tanára Radocni Arancs Csilla. A búcsúzó 8. C szülői szervezetének tagjai közül szeretnénk jutalomkönyvvel megköszönni az iskolával való jó együttműködést a következő szülőknek. Fülöpné Kovács Gizella, és Hevesi Zsoltné. Az egyik működő osztályfőnök, a diák önkormányzat és az iskola vezetés nevében is megköszönjük azt az egyedülálló gondoskodást, a folyamatos együttműködést, amit az elmúlt 8 évben tapasztalhattunk részükről. Az alapfokú művészeti iskolában végzett kiemelkedő tevékenységet is szeretnénk jutalmazni, ezért megkérem Tuncsikné Fekete Kinga megbízott intézményegységvezetőt a jutalomkönyvek átadására. Könyvjutalomban részesül Simon Petra, a néptánc tanszakon végzett kimagasló munkájáért, szorgalmáért. Vakles Kira Sára, a képzőművészet szakon végzett kimagasló munkájáért, szorgalmáért.
A diák önkormányzatunk élcsapatának tagjai ebben az évben is a nyolcadikosainkból álltak, akik kimagasló színvonalú munkájukkal hozzájárultak, hogy a DÖG eredményes évet zárhatott. Ezért tárgyutalommal részesül a 8. C-osztályból Molnár Kira és Petruska Milán. Oklevélben és tárgyutalommal részesül Sándor Viktória, a diák önkormányzat tagjaként végzett kiemelkedő kreatív munkájáért. Díjakat átadja Rakóczi Anikó DÖG segítő pedagógus. Ünnepségünk a vége felé közeledik. A ballagú diákok léggömbök felengedésével búcsúznak iskoláiktól. Megkérem Törökné Tóháti Erzsébet tanárnőt és az osztályfőnököt alufi kiosztására. A gyerekek a honfoglalás című dal refrénjére engedik el a léggömböket. Megkérem a szülőket, pedagógusokat és a meghívott vendégeket, hogy a helyükön felállva búcsúzzunk a ballagó 8. C-osztály tanulóitól. I am safe.